A Vasas Akadémia otthonában elszenvedett súlyos vereség után újabb nehéz mérkőzés várt a több játékosát nélkülöző nyíregyházi csapatra. A rutinos kosarasokkal érkező Sziget-Szent Miklós 16 ponttal nyerte az első negyedet, a második 10 percben pedig újabb 15 pontot tettek hozzá előnyükhöz a vendégek. A folytatásban sem változott a játék képe, a lelkesen küzdő hazai fiatalok nem tudták megnehezíteni a jóval esélyesebb Sziget-Szent Miklós dolgát. Azt azért tudnunk kell, hogy nekünk már most ugye, ha tetszik, ha nem, tehát kadettkorú játékosokat is kell játszatnunk ahhoz, hogy a kötelező létszámot azt tudjuk biztosítani a mérkőzéseken. A Pál Vivian volt az egyedül idősebb játékos, aki pályára tudott lépni. Mi ezzel vettük föl a harcot. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokáig nem is rosszul, mert ott az elén azért sikerült még pontokat is dobnunk. Aztán ugye, amikor beálltak ebbe a 2-3-as statikus zónába egy olyan magas szerkezettel, amit ugye csak kintről tudtunk volna kidobni, hogyha sikerült volna igazából jó dobó százalékkal dobnunk, ez sajnos nem jött össze. Így maradt az, hogy megpróbáltunk labdát lopni, és abból esetleg lefutni az ellenfelünket, ami néha-néha azért össze is jött. Én ettől függetlenül, tehát a megközés végeredménye ugye az volt a cél, hogy legalább 100 pontot ne kapjunk, mert ugye fél időben már 49 pontnál jártunk. Azt a lányok azt azért tartották. A hétvégén felnőtt bajnokit nem játszanak a nyíregyháziak, az NKS legközelebb november 23-án idegenben a DVTK U23-as csapata ellen lép pályára. Hogy teljes csapatunk legyen, az valószínűleg a január 6-ai mérkőzésünk itt hazai pályán, ami azt mondom, hogy addigra úgy néz ki, hogy minden lábadozó játékosunk fölépül a mostani orvosi vélemény alapján. Miskolc ellen már reménykedünk azért abban, hogy azért 2-3 játékost sikerül addigra úgy rehabilitálni, hogy azon a mérkőzésen már részt tud venni, és ha ők ugye részt tudnak venni, akkor ott azért már lehetnek nyerési esélyeink is. Az amatőr NB1 tabelláját a csatadíjese vezeti 6-6 győzelemmel a szintén 100%-os 5-5-tel álló TFS előtt. A nyíregyházi kosársuli egy győzelemmel és 5 vereséggel sereghajtó pozícióban várja a folytatást.